Üdvözlöm a kedves nézőket! Új, nagy, természetes vizek felé vesszük az irányt, és az első kiszemelt víz, ahol szerencsét fogok próbálni, ez a Tiszató. Ez a hatalmas, nagy vadvízi rengeteg igazi kihívás minden sporthorgás számára. Nagyon fontos, hogy úgy közelítem meg ezt a vízterületet, mint ahogy te, kedves néző, hogyha elhatározod azt, hogy el akarsz ide jönni, miként építsd fel a horgászatodat. A helyismeretem tulajdonképpen nulla. Ahhoz, hogy itt eredményesen horgászhassak, nagyon komoly információra és segítségre van szükség. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy teljesen másként kell megközelíteni egy ilyen vízterületet, mint egy intenzíven telepített magántavat, ahol lényegesen nagyobb a halsűrűség és sokkal könnyebb a halat megfogni. Az aktuális, friss információk beszerzése létérdekünk, különben szinte biztosra vehető, hogy a horgászat kudarcra van ítélve. No de honnan szerez információt a tanástalan, helyismerettel nem rendelkező horgász? A legbiztosabb információ forrása a helyet jól ismerő horgászok, akik nap mint nap a vizet járják. Na de hol találunk ilyen horgászt, aki ebbe tud nekünk segíteni? Nagy valószínűséggel erre esélyünk sincs, hogy csak úgy csettintve találunk egy ilyen számukra megfelelő és aktuális információkat biztosító horgászt. Nagyon kevesen gondolják és tudják azt, hogy a halőrök, akik a vizet nap mint nap járják, ők ismerik talán a legjobban az adott vízterületet, és hogyha például a Tiszatóra le akarunk jönni, akkor a halőröket, vagy az adott szakaszt járó halőrt felhívva legpontosabb, legprecízebb információt kaphatjuk. Ebben fog nekem segíteni Nagy Sándor, aki a Tiszatavon főhalőr, ő a környéket remekül ismeri, ő lesz a házigazdánk. Szia Sándor! Szerbusz Gábor, üdvözlöm Önöket! Hol vagyunk most, Sanyi? Jelenleg Poroszlón a községszéli vízterületen, aztán javaslatom lenne, hogy megnézzünk egy felsőbbi vízterületet, ami Ráboly a helyi elnevezése, majd megnézzük a Tiszának egy régi holtágát. Tehát, ha jól értem, három olyan vízterület vagy horgászhely, ígéretes horgászhely van a környékben, amit érdemes meglátogatnunk. Igen, és mind a három különböző. Ne is húzzuk az időt, nagyon kíváncsi vagyok ezekre a helyekre, nézzük meg mielőbb. Jó, nézzük. Javasolnám, hogy csónakból nézzük meg, hogy közelebbről lásd a halmozgást, ami elég látványos szokott lenni. Köszönöm, menjünk. Köszönöm. Arra megyünk? Az lesz az első hely, amit megnézünk? Az első, az van közelebb. Ez közkedvelt helyek ezek itt a falu alatt. Gyere Gábor, azt javaslom, ülj ide mellém, és akkor tudunk menet közben beszélgetni. Oké. A menet zajtól legalább halljuk is egymás szavát. Igen. Ahhoz képest, hogy nyár van, nagyon kellemetlen hűvös lett az időjárás, de talán ez éppen a halfogásnak. Talán kedvezőbb is. Bízunk benne. Közelítünk az első általam tervezett horgászhely felé, amit jónak gondolnák. Parton kényelmesen el lehet helyezkedni, közel van a falu. Aha. És nagyon jó gyékényes vízterület van. A gyékény falat kell meghorgászni? A gyékény falat kell meghorgászni, mert hát sajnos az idén elég nagy árvíz volt, és a friss hajtások azok elmaradtak. Ez a tavalyi gyékény, viszont érdekes mód közébe van állva a ponty. Aha. Nagyon ígéretesnek tűnik. Én nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni, ezen a területen, ezen a mólón bárki horgászhat? Természetesen, aki érvényes területi jeggyel és állami engedéllyel rendelkezik. Oké. Ez egy feltétel. Most hagyjuk el az úgynevezett dühös lapos nevezetű területet.
Dőslapos, mitől ez a neve? Már nagyapám mégis így hívták, valószínűleg ez még a tározó előtt is víz alatt volt ez a terület, és egy gyenge szellő is hatalmas hullámokat korbácsol rajta. Ja, értem. Ez lehet a titka. Majd közeledünk az úgynevezett Terge erdő felé, emögött lesz a mi horgászhelyünk. Gyönyörű, hatalmas nagy vízterület, tehát itt azért tényleg megfelelő helyismeret nélkül az ideális horgászhelyet megtalálni, hát lehetetlenség. Hát igen. Egyébként majd egyszer, hogyha talán süllőzni támad kedved, akkor ide fogunk összejönni süllőzni, mert ez nagy süllőkben gazdag. Ez a rész, ez a környék? Hát igen, igen, igen. Majd látni is fogod, hogy a Terge erdőnél ezek a régi elszáradt fák, ezek tökéletes haltartó helyek. Aha. Megérkeztünk az általam javasolt második horgászhelyre, aminek előnye az, hogy gyönyörű szép, tavirózsás. Ez nem kérdés. Viszont hátránya az, hogy ez csak csónakkal megközelíthető és csónakból horgászható. Hol kellene itt horgásztunk? A tőklevelesnek a szélén? A szélén, mert tehát alatt kezdődik. A hűsölnek a pontjuk, igen. Ez teljesen más jellegű vízterület, mint ahol először megálltunk. Tiszatónak az egyik legszebb része ez. Hát nem csodálom. Ez az igazi tiszatavi jellegzetes vízi világ, nem? Igen, igen, ilyen igazi vadvízi. Gyönyörű, gyönyörű. És itt rengeteg hal is vannak ezek szerint. Rengeteg hal, mert a közelben vannak nagyon jó telelő, elég mély holtágak. Tiszának régi holtágai, az úgynevezett szartos és a nagy morotva. Ezek régen a Tiszának a főmedrei voltak valamikor hajdanán. Nézzük meg a harmadik helyet, és akkor el tudjuk dönteni, hogy végül hol verünk tanyát. Jó, rendben, akkor menjünk tovább. Megérkeztünk a harmadik horgászhelyre, ami a szartos elnevezésű hely, igen ismert horgászok körében. Mi most igaz a belső, sekélyebb végén vagyunk, kijebb a 33-as főútvonal felé, ha haladnánk, akkor ott egyre mélyebb lenne a víz. És ugye eddig sekély helyeket néztünk, azért gondoltam harmadiknak, hogy legyen egy mélyebb vízű, 2-3 méteres vízmélységgel rendelkező helyünk is. Ott a nád szélén kicsit mélyebb vízbe tökéletes lenne meglátásom szerint, nagy testű pontja fogására. De hát ugye ez is csak csónakból megközelíthető. Sajnos ez a hátránya ennek is megvan. Hát igen, mert ugye a Tiszató sajátossága, hogy igazán eredményesen itt is csónakból horgászva lehet. Csónakból esetleg, illetve partról mostanában úgy vettem észre, hogy elterjed a behordásos. Itt engedélyezett a behordás? Nem tiltott. Nem tiltott. Tehát ami nem tiltott, az engedélyezett. Nézd, Gábor, megmutattam ezt az általam jónak talált három teljesen különböző helyet. A döntés rajtad áll, a halat neked kell megfogni. Tiéd a választás joga, hogy hol óhajtól horgász. Nagyon komoly a dilemma. Hát nyilvánvaló, hogy figyelembe véve azt, hogy ilyen szeszélyes, borult, esős időjárási körülmények közepette próbálok szerencsét, lehet, hogy talán most célszerű lenne a sekélyebb vízben horgászni. Ott, ahol legelőször néztük, ami partról is meghorgászható, ott milyen mély a víz? Méter, méter 20. Talán pont azért, mert egy átlag horgász számára az a legkönnyebben megközelíthető, legkönnyebben elérhető. Én úgy vélem, hogy talán ott van a legnagyobb esélyünk halfogásra. Menjünk oda. Jó, rendben. Induljunk. Mit nézel, Sanyi, ilyenkor? Ilyenkor betájolom magam, mert ugye ez ártér, régen termőföldek, gyümölcsösök voltak, és az itt maradt fatőkék, fatuskók helyzetét valamennyire emlékezetből lehet rögzíteni, de jobb az, hogyha szemrevételezem, hogy a biztonságos haladás véget. Esetleg a rapsicok hálóit is meg lehet így látni? Nem, azt így nem lehet meglátni. Van hozzá speciális keresőnk, amit szoktunk húzni, de azt kell, hogy mondjam, hogy mi egy fél éve vagyunk Tiszatavon, január 1-ével kezdtünk, de jelentős mértékben visszaesett ez a tevékenység. Tehát jól értem, hogy a ti tevékenységetek, az új üzemeltető tevékenysége már mérhető a horgász morálgyavulása szempontjából? Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mert lényegesen visszaesett ez a fajta tevékenység, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégák hozzáállása
olyan elhivatottsággal párosul, ami gyakorlatilag szerintem országos szinten páratlan. Egyébként a halőrzési vezetőnk a honlapunkon szokta feltüntetni az eredményeket, és a rendőrséggel, vízirendészettel együttműködve feltünteti a későbbiekben kialakult büntetéseket is, hogy ezek az egyének milyen retorziót kaptak a cselekményekért. Egyébként milyen büntetéseket kaphatnak az itt elfogott haltolvajok? Hát nagyon komoly, több százezer forintos pénzbírsággal vannak sújtva, illetve felfüggesztett börtönbüntetés. Tehát jól értem, hogy olyan jogerős ítéletek születtek, amelyek során már ez a több százezer forintos pénzbírság vagy felfüggesztett börtönbüntetés megvalósult? Igen, ezek mind megvalósultak, illetve Tiszató látogatásától is el vannak tiltva ezek az egyének. Na most ennek van visszatartó ereje, tehát nyilvánvaló így azért előbb-utóbb visszáll a rend, és a Tiszató az nem egy hírhet, hanem egy valóban híres hal paradicsom lehet, igaz? Ezen dolgozunk. Hát ehhez a munkához kívánok további elhivatottságot, erőt és egészséget. Nagyon szépen köszönöm. Menjünk a horgászhely irányába. A horgászat megkezdése előtt szeretném tisztázni, hogy ez nem egy rövid, néhány órás horgászat lesz, amire most készülök. Ennek a hatalmas, nagy vízterületnek a megfejtésére úgy érzem, hogy nem elegendő csupán néhány óra hossza. Eleve úgy is készültem, hogy szükség szerint akár több napot is itt tudok maradni, ennek az eseményeit fogjátok nyomon követni lépésről lépésre. Már a megérkezés napján is a helykeresés több óra hosszát vett igénybe, amíg eldöntöttem végül azt, hogy itt verek táborhelyet. Nagyon ígéretesnek tűnik ez a gyékény fal, de hát nyilvánvaló, hogy a halakat valamilyen formában koncentrálni kell. Megpróbálok olyan csalogatóanyagot bejuttatni, amely itt is felkelti a halak érdeklődését. Ezt fogom most bemutatni. Nem titok, hogy pontyot szeretnék fogni, ezért olyan csalogatóanyagokat állítok össze, amelyek egyértelműen talán neki fognak tetszeni. Hoztam magammal peletet, de igazából elmaradhatatlan a főtt takarmánykukorica. Ennek a kettőnek a keverékéből állítom össze a csalogatóanyagot, úgyhogy ezt be is tudjam lőni csúzlival. Kezdésnek 2-3 marék takarmánykukorica, majd egy marék vegyes pelet. Ezt a nagy ponty erjetőanyaggal fogom összeragasztani és megfogatni. Megnézem, hogy 1 kg összefogja-e ezt a szemesanyag mennyiséget. Már látszik, hogy kevés lesz, úgyhogy még 1 kg-t ráöntök. Kevéske vízzel beállítom a megfelelő nedvességét, hogy jól összeálljon, tapadjon. Tiszató híres a keszegjeiről, kárászairól, és sajnos köztudott, hogy sok benne a törpeharcsa is. Én megpróbálom ezzel a meglehetősen durva, nagy szemcsés etetőanyaggal kikerülni őket, illetve hát, ami erre a darabosabb szemcséket tartalmazó keverékre fanyarodik, az biztos, hogy már termetesebb hal lesz. Most már jól tapad a keverék. Ez csúzlival könnyedén ellőhető, vagy szükség szerint etetőkosárba töltve is könnyedén eldobható a kívánt helyre. Ebből gyúrok 20-30 gombócot, és csúzlival a gyékényfal mellé majd szépen belövöldözöm. A halak menüje tálalva, ezt fogom bejutatni a kiszemelt horgászhelyekre. Azért mondom azt, hogy horgászhelyekre, mert kettő helyet fogok megetetni. A nagyobb gombócokat, azokat a parttól nem túlságosan távol, a gyékény sarkára, ez maximum 18-20 méterre lehet, ide fogom bejuttatni, a kisebbeket pedig csúzival lényegesen távolabb, olyan 50-60 méterre a gyékény falat párhuzamosan fogom belőni.
ennyi maradt a csúzizás után, ezt a néhány nagyobb gombócot pedig ide a gyékén sarkához fogom bedobni. Biztos, hogy most sok időnek el kell telni addig, amíg visszamerészkednek a környéken tartózkodó halak, de legalább ez idő alatt fel tudjuk állítani a sátrat, elő tudunk készülni az éjszakai horgászatra. Mire összeállt az éjszakai szálláshelyünk, és előkészítettünk mindent, lassan ránk sötétedik. Nagyon komoly dilemmát okoz, hogy az első dobást milyen csalival ejtsen meg. Hát logikusnak tűnik olyan csalit felkínálni, ami az alapeletésben is megtalálható. Mindenképpen először azzal a főtt takarmánykukoricával próbálkozom, kicsit egy technopufival megkönnyítve és fellebegtetve, amelyet letettem. Hogyha ez nem ad halat, ha erre nincsen kapás, akkor a későbbiek folyamán majd különböző peletekkel és egyéb más csalikkal próbálkozom, hogy minden áron halat tudjak fogni. A kosárba pedig a nagy pontjátető anyag került. Úgy néz ki, megérkezett az első vendég, nem egy kapitális egyet, de egy dévér. A nagy szágban elveszik. A csali az egyszem könnyített kukorica, tökéletes akadással. Az első tiszatavi halacskán. Természetesen minden hal gyors fotó és mélegelés után visszakerül éltető elemébe, a tiszatóba. Az éjszakai horgászat sajnos túl sok sikert nem hozott. Majdnem éjfélig próbálkoztam, de értékelhető halat nem fogtam. Amióta felkelt a nap és kivilágosodott, folyamatosan próbálkozom. Néhány kisebb keszeget fogtam, de most talán egy nagyobb keszeg van a horgomon, amit már úgy nézem érdemes lesz megszákolni. Nem, egy kis ponty. Az első tiszatavi pontyocskám, a csali, jól látszódik, egyszer mézes pálinkás oldódó pelet. Jó lenne vele néhány év múlva találkozni. Küld a nagyapádat! Tiszatavi horgászatom során kézenfekvőnek és logikusnak tűnt, hogy a horgászokat érdeklő információk után is utána járjak. Bizonyára emlékeztek rá, hogy januárban és februárban forró volt a levegő a tiszató környékén, holott hűvös téli hónapok voltak, és a horgászok nem tudták eldönteni, hogy most mi lesz a tiszató sorsa, ki lesz a víz kezelője, marad a mohosz, vagy egy új non-profit KFT lesz a tulajdonos? Nos, ez időközben lezajlott, hiszen ez már múlt idő. A beszélgető partnereim Hegedűs Gábor úr,
a Tiszatavi Sporthorgász Nonprofit Kft. Ügyvezetője, és Pintér Erika, Tiszafüred polgármester asszonya. Elsőként Hegedűs Gáborat kérdezném, a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Ügyvezetőjét, hogy mi történt az elmúlt fél évben. Nagyon sok történt az elmúlt fél évben. 2010. január 1-ével átvettük a Tiszató halászati hasznosítását. Fölállítottuk azt a halőri csoportot, amelyik mai napig is kiválóan végzi a munkáját. Fölállítottuk az egész stábunkat, irodánkat és egyéb személyzetünket, és elkezdtük a gazdálkodást. Ma éppen hal telepítés folyik a Tiszatavon, három nyaras pontyok telepítése. Egyébként pedig hát teljes körűen ezt az eléggé szertágazó munkát azt gondolom, hogy viszonylag jól megszerveztük, és igyekszünk a jövőben olyan gazdálkodást folytatni, aminek az lesz az eredménye, hogy újra érdemes lesz ide a Tiszatóra jönni. Már megvannak az eredmények, már látható, nagyon szép halakat lehet fogni, amiben ráadásul segítségünkre volt a természet is, hiszen az elmúlt évek egyik legkomolyabb ivadék állománya született itt meg, nagyon szerencsésen összejátszva a körülmények. Eredményeként elmondható, hogy rendkívüli süllőszaporulat, rendkívüli csuka, balinszaporulattal találkozhatunk, de minden halfaj vonatkozásában a legfőbb gondunk, a legfőbb feladatunk, hogy ezt a halállományt meg tudjuk őrizni a jövőnek, úgyhogy erre készülünk is. A tegnapi nap folyamán Nagy Sándor halőr kollégájával folytatott megbeszélésünk során már tapasztalhattuk, láthattuk azt, hogy valóban jelentős változás és fejlődés mutatkozik a halőrzésben. Nyilvánvaló, hogyha ez ilyen ütemben fejlődik, akkor itt helyreáll a rend. Kérem, nyugtasson meg minket, horgászokat, hogy a változás az a horgászok érdekeit szolgálja. Természetes, hiszen ez nem is lehet másként. Azért jöttünk létre, hogy mi egy szolgáltatást is nyújtsunk minden porcikánkkal, minden cselekedetünkkel, minden gondolatunkkal. Azt szeretnénk elősegíteni, hogy ez egy kiváló horgászvíz legyen, ahol biztonságban, kényelmesen jól lehet horgászni, ahol sok halat lehet fogni. Ebben természetesen hozzájárulunk ahhoz is, abban is, hogy egy kiváló halőrzést szervezünk. Ez egy kicsit másabb, mint a korábbi. Más a szemléletünk, más az ideológiánk, tehát tényleg január 1-től mi más ceruzával írunk. Más a szolgálat szervezése, nap mint nap az információgyűjtés teljesen tudatosan történik, és ezek a halőrök, ezek nem csak a rapsicokat próbálják földeríteni, egyébként igen jó hatékonysággal, hanem nagyon szolgálatkészen állnak mindenki rendelkezésére, útba igazítanak, és hát természetesen, hogyha baj van, akkor pedig segítenek, hiszen ez is része egy halőri munkának. Talán kevesen tudják, hogy a Tiszatavi Sporthorgász Nonprofit Kft. Önkormányzatok tulajdonában lévő cég, a legnagyobb tulajdonosi hányaddal rendelkező önkormányzat, Tiszafüred, amelynek polgármester asszonya Pintér Erika. Honnan jött az elképzelés, honnan jött az ötlet, hogy saját kezükbe vegyék a sorsukat, és a Tiszató hasznosításáért pályázatot nyújtsanak be? Mintegy 10 évre kell már visszatekintenünk, amikor az ötlet megszületett, hogy ha lejár az előző hasznosító haszonbérleti szerződése, akkor érdemes lenne végre az adottságainknak, magunknak élni. Ezért hozták létre a Tiszatavi önkormányzatok azt a nem profit érdekelt, nem nyereség érdekelt gazdasági társaságot, amely pályázott a hasznosításra, és szerencsére nyert is, hiszen egy jó pályázatot adott be. Nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy a Tiszató környéki önkormányzatoknak egyik jó lehetősége, és az itt élőknek egy kitörési lehetőség az idegenforgalom. Úgy gondolom, én magam meggyőződésem szerint a horgászturizmus az, ami meghatározó a mi térségünkben, és még hosszú ideig így lesz. Így volt ez a kezdetektől, ezért nagyon kézenfekvőnek látszott az is, hogy hasznosítóként az önkormányzatok jelentkezzenek. Sikerült az összefogás, és ennek külön azért kell hangsúlyt adni, mert ez egy példaértékű összefogás. Kitartottunk az eltelt években, akkor is, amikor majdnem reménytelennek látszott, hogy végre a szerződést aláírjuk a magyar állam képviselőjével, illetve hogy a szerződés hatályba is lépjen. Ez a döntés született meg tavaly évvégén, és mondhatjuk azt, hogy január 1-től az önkormányzatok, a Tiszatavi önkormányzatok tulajdonában lévő nem nyereségérdekelt gazdasági társaság a hasznosítója ennek a tónak. Természetes az, hogy sokat várunk
ettől a lépéstől, és hangsúlyozom ismételten, nem azt várjuk, hogy majd jelentős nyereséget termel, hanem elsősorban azt szeretnénk, hogyha azt a nem elhanyagolható bevételt, amit itt eddig az előző hasznosító máshová vitt el, nem ide forgatott vissza, és ez egy legalább 150 milliós tétel évente, az itt hasznosuljon ebben a térségben. Forgassuk vissza, a Tiszatóra bőven van mit tenni még, és úgy gondolom, hogy az eltelt időszak, már ez a röpke 6 hónap is bizonyítja azt, hogy jó kezekbe került a tó. Úgy érzem, hogy ettől jobb végszó el sem hangozhatott volna. Bizonyára egyértelművé vált mindenki számára, hogy a Tiszató végre jó gazda kezében van. De jó kapás volt. Meg is van. Ponty. Nagyon-nagyon nehezen tudok halat fogni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy kapást tudjak kicsikarni. Ez is talán egy ponty, vagy nagyobbacska kárász, mindjárt kiderül. Ó, pontyocska. Ó, megvan a második pontyom. Növekszik a méret. Lassan, de biztosan. Ez a kikönnyített kukoricára kapott. A jövő nemzedéke. Egy ekkora ponynak is hogy lehet örülni már ennyi idő után. Egy kiló 15 deka. Aki a kicsit nem becsüli, nagyot úgy sem fog. Apád, anyád, ide küldjed. Tegnap késő délután, pont 24 órával ezelőtt kezdtem a horgászathoz. A horgászidő az kereken 18 óra hossza volt, hiszen egy keveset aludtam is az éjszaka folyamán. Az időjárás sajnos nem mutat javuló tendenciát, sőt egyre rosszabb. Úgy néz ki, hogy komoly vihar közelít, az eső már csepereg, és az időjárás, a levegő hőmérséklete is jelentősen lehűlt. Mindezek után el kell döntenem azt, hogy maradok-e még egy napot, vagy pedig összepakolok és elmegyek haza. Mivel az időjárás semmi jóval nem kecsegtet, így úgy döntöttem, hogy befejezem a horgászatot. Így ennek a bő egy napnak a tapasztalatait fogom most értékelni. Kezdem a horgászok számára legfontosabb tényezővel, a hal zsákmánnyal. Ezen időszak alatt 2 darab pontyot fogtam, és számolatlanul tudtam volna fogni a keszegeket, kárászokat, hogyha egy kisebb csali került fel, vagy esetleg élőanyag került a peletcsalik mellé, azonnal keszeget vagy kárászt fogtam. Tehát aki egy kicsit mozgalmasabb, izgalmasabb horgászatra vágyik, és nem passzív módon kizárólag a pontyot várja, az rendkívül szórakoztatóvá tudja tenni a horgászatát ilyen rövid időszak alatt is. Ugyanis ezek az apróságok szinte folyamatosan a tó egész területén bárhol foghatók. Öröm volt látni és személyesen megtapasztalni itt a helyszínen azt, hogy milyen komoly változásokon ment át a Tiszató, köszönhetően az új vízkezelőnek. Ha ez a csapat ilyen lendülettel és kitartással végzi a munkáját, biztos vagyok benne, hogy a Tiszató, amely Magyarország egyik legnagyobb kiterjedésű természetes vízterülete, visszanyeri a jövőben ismét remek hírnevét. Ha tetszett, próbáljátok ki ti is, mi biztosan visszatérünk majd a közeljövőben.